A Millenniumi díj egy olyan elismerés, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal hozott létre annak érdekében, hogy díjazza és elismerje azokat az intézményeket és cégeket, amelyek fontos szerepet játszanak a szellemi tulajdon védelmében. Mohony Nagy Művészeti Egyetem. Az egyetem különös figyelmet fordít az IP területeire, és tudatosan foglalkozik a szellemi tulajdonvédelemmel. A 2021-ben létrehozott IP pontja segíti a hallgatókat, oktatókat és kutatókat a szellemi termékeikhez kapcsolódó jogosultsággal kapcsolatos tudatosság növelésében és az oltalom megszerzésében. A MOME a védjegy és formatervezési mintaoltalmak terén is aktív szerepet vállal, amit a jogosultságában lévő védjegyek és formatervezési mintaoltalmak, valamint az általa beadott bejelentések is mutatnak. A folyamatban lévő védjegybejelentések mellett már 7 hazai és egy Európai Uniós védjegy köthető a nevükhöz, emellett több EU-s és hazai formatervezési mintaoltalommal is rendelkeznek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2021 óta egy teljesen megváltozott szellemi tulajdonjogkezelési módszerünk van. Ez kezdődött egy új szabályzattal, amiben kimondtuk azt, hogy a hallgatók által készített alkotások, azok a hallgatók jogosultságában maradnak teljes mértékben, viszont azzal, hogy ez a hallgatóknál maradt, hogy a hallgatókat segíteni kell abban, hogy ők ezt megfelelően tudják hasznosítani a saját alkotásaikat. Erre viszonylag frissen egy fél éve a Szellemi Tulajdoni Nemzeti Hivatalával együttműködve kialakítottunk egy kurzust, aminek az a lényege, hogy a végén a hallgatók egy oltalommal sétáljanak haza, és tulajdonképpen legyen egy bejelentésük, és ezzel megtanulják azt, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, és hogy nagyon is hasznos tud lenni számukra.